Dr. Kriston Renáta bőrgyógyász a vendégünk, és a nyári bőr problémákról beszélgetünk. És rögtön segítsen nekem, doktornő, hogy amikor ilyen nagyon pici, ilyen apró, ilyen pattanásszerű kiütések jelennek meg, mert például megégett egy kicsit a nap, az normális? Hát tipikus jelenség lehet. Nem, az tipikus jelenség lehet. Ez azt mutatja, hogy évszakonként változik a bőrünknek a működése is. Férfiaknál eleve több fagyumirigy van, jelentősebb a működésük is, és a nyári időszakban a fagyumirigyek működése fokozódik. Ugye ez eredményezheti, hogy egy kicsit zsírosabb a bőrünk, és emiatt lehet az, hogy esetleg megjelennek a fagyumirigyekben még gazdagabb területeken ezek az elváltozások. Meleg hatására is, pluszban ugye verejtés, tékezünk, váladékozás, szennyeződés. Okay. Tehát itt mindennek a hatása, azt gondolom, összeadódik a fény, az izzadság, a környezeti szennyeződés. Nem szabad izzadni. Ez nem az a történet, amit akarattal tudunk befolyásolni. Úgyhogy szabad, nem szabad, izzadunk és kész, ha meleg van. De ez egy szükséges reakció a szervezet részéről. Naphatására sokszor pedig nem kiütések, hanem foltok jelentkezhetnek a bőrön. Tehát kiütések is egyébként. Kiütések is, foltok is. Mind a kettő egészségügyi és esztétikai problémát is jelent. Foltok tekintetében egy nagyon összetett háttérrel kell számolnunk, genetikai tényező, különböző betegségek, gyógyszerszedés provokálhat foltot, aminek az egyik legjelentősebb előhívó tényezője az a fény. Általában az őszi-téli időszakban ezek a foltok egy picikét vissza szoktak húzódni, és a nyári időszakban, vagy akár arra érzékenyeknél már az első tavaszi napsugár megjelenésénél ezek a pigmentfoltok kialakulhatnak, főleg az arcon jelentkeznek ezek, de akár a dekoltázson vagy a készfejen is megjelenhetnek ezek a foltok. Érdemes azért megvizsgálni a hátterét, tehát különböző hormonális betegségeket kizárni, gyulladásos tüneteket kizárni. Ha esetleg olyan gyógyszereket szedünk, akkor meg lehet nézni, hogy van-e olyan lehetőség, hogy ezt nem fényérzékenyítő gyógyszerrel helyettesítsük, és amennyire csak lehet, mindenfajta tényezőt megpróbálunk kikapcsolni, ami a háttérben provokálhat, és jelentős fényvédelmet ajánlunk a páciensnek ilyenkor. Tehát mit jelent a jelentős fényvédelem? Azért mondtam ezt a jelentőset, mert 100%-os védelmet soha nem tudunk megvalósítani. A mi UV körülményeink között azért bőrtípust, anyajegyszámot figyelembe véve legalább egy 20-as faktorú védelmet kellene nyújtanunk a bőrünknek. Én azt szoktam javasolni, hogy faktorszámot nem nagyon tudunk túladagolni, tehát hogyha mondjuk eleve egy fényre előjövő problémánk van, akkor inkább egy magasabb faktorszámmal indítsunk, aztán kialakul egy természetes védelem, ugye barnává válik a bőrünk, egy kicsit megvastagodik, de ez a természetes védelem, ez csak az UVB sugárzással szemben véd bennünket, az UVA sugárzással szemben nem. Ezért nagyon fontos, hogy a fényvédőinket úgy válasszuk meg, hogy UVA és UVB szemben is védelmet nyújtson számunkra, mert pusztán ez a természetes védelem, ami a bőrünkben kialakul, nem lesz elegendő. A fényvédők ára valahogy reális, vagy hogy azonosan növekedik mondjuk a hatóanyagtartalom biztonságosságával is, tehát, hogy ami nagyon drága, arról elhihetjük, hogy tuti biztos, hogy megfelelően... Nagy is nyit felé, nem? Igen. Amikor már nem feltétlenül egyébként. Nem? Alapvetően az lenne a nagyon helyes, hogyha tudatos és hozzáértő vásárlóként megfordítanánk a fényvédőnek a dobozát és az összetevőket értelmeznénk. De ezt ugye ez nagyon nehéz. Még néha tudni. Szakemberek számára is. Alapvetően a fényvédőknél két csoportot kell, hogy elkülönítsünk. Vannak a fizikai fényvédők, ott a cinkoxidot kell az összetevő között keresni, de ez 2-5%-ban van benne, tehát valahol az összetevők vége felé fogjuk megtalálni, nem is mint fő hatóanyagon. Gyerekeknél például nagyon ezt javasoljuk. A fizikai fényvédők a bőrön szétterülnek, és gyakorlatilag visszaverik a fényt. Többször kell ismételni a kenését. Én például így bevallom most négy szem közt, hogy nem ismételtem kellő rendszerességgel, és szégyen szemre én magam is leégtem. Nagyon, nagyon fontos az, a Schuster-cipője. Így van, pontosan. Nagyon fontos az, hogy vízálló, fotostabil, tehát fényre nem lebomló készítményt választunk, és tényleg ismételjük meg a kenéseket. Még egy vízálló készítmény esetében is nagyjából 2x20 perces vízben történő tartózkodásnál leázik rólunk. Ilyen szempontból a kémiai fényvédők, az azt mondom, hogy talán jobbak, vagy komfortosabb a használatuk, mert hogy ők beszívódnak a bőrbe, és elnyelik a fénysugarat, nem visszaverik. Viszont
nagyon gyakori, hogy ők maguk is egy fotoallergiás reakciót vagy irritációt váltanak ki. Tehát én azt mondom, hogy inkább gyerekek esetében válasszuk a fizikai fényvédelmet, vagy érzékenyebb bőrfelületen, mondjuk szemkörnyéken inkább egy fizikai fényvédőt javaslunk, és a test többi részére pedig kémiait. Nem mindig különül ez így el, tehát általában kombináltak ezek a fényvédők, de mindenképpen a biztonságosságára, az UV védelemmel szembeni erősségére oda kell figyelni. Két varázsszó van még, amit el kell mondanom, az egyik az UVB-vel szembeni védelmet, a PPD faktorral, vagy az SPF faktorral tüntetik föl. Szerintem jegyzetelnünk kellett volna. Így van, és az UV, igen, ez általában a faktorszám, amit rajta látunk a fényvédőn. Tehát, hogy 30-as, 50-es, 20-as, 10-es. Így van, ez az UVB-vel szembeni védelem, és keresnünk kell egy PPD értéket, ami pedig az UVA-val szembeni védelmet jelenti. És hogy nem, még ez bonyolult... sem régi, ez a napozás dolog. Tényleg, én kifeküdtem, aztán szevasz, még nem volt 11-től 3-ig, meg PPD. De van, ez most nagyon van. Most tudom, hogy nagyon van. És egyébként én is erre emlékszem, viszont ilyen gyerekkori balatoni nyarakra, ugye a kettes fényvédő faktor és a kakaóvaj illata az úgy benne maradt a levegőben. Én is a hetes is már csúcs volt, nem? Igen. Doktorni őszintén, tehát ki az, aki 10 emberből mennyi tartja be ezt, hogy 11 és 3 között nem, egy elmegy szabadságra, azt mondja, én ugyan nem fogok, akkor ebben a jó időben süt a nap, most egy hétig vagyok szabadságon, nem fogok bennülni a szobába 11-től 3-ig. De tényleg, tipikus, ki van mindenki abban az időben? Tipikus történetek szoktak lenni, és ügyeleten való megjelenés alapját szokta képezni az, amikor végre kiszabadul az ember az irodából, és mondjuk elmegy valahova a mediterrán országba, és ezt nem betartva, bizony hólyagos sérülést is. De mondjuk azért egy 50-es faktorú csak meg tudja ezt akadályozni, vagy akár ha 11 és 3 között kint van az ember, nem? Fényvédelem, nem csak fényvédőkrémmel, hanem fizikai védelemmel, igen, egy póló, egy szalmakalap, és én azt gondolom, hogy 11-től 3-ig oldjuk meg, hogy akkor a beach barban tartózkodunk, vagy napernyő alatt iszunk. Tartózkodunk. Hát ittyunk, igen. De ez nem nekem jó. Egynek rosszabb a hatása, na legyek a napó, vagy perú. A kettő együtt viszont az igen, teljes az nem káó. Ez abszolút nem jó. Gyerekeknél talán jobban figyelnek erre, tehát azt gondolom a szülők, igen, a szülők egyre több gyereken látom lenni. Ezeket a hosszú ruhácskákat is akár. Ilyen fürdőruhácskákat, ami védi összességében őket. Ott sem elegendő csak a fizikai fényvédelem, hiszen a mi ruháink azok nem UV-szűrősek. Ausztráliában, ahol nagyon nagy a melanoma gyakorisága, ott a ruhák is UV-szűrősek már. Ez a mi éghajlati körülményeink között még nem valósult meg, de valóban a szülők tudatosak a gyerekekkel szemben, tehát ott a fényvédőt is és a fizikai védelmet is használják, és azért jó a gyerek jelenléte a családban, mert általában akkor egyfajta fényvédőt vásárolnak. Ami a gyereknek jó, így igen, van, az a család többi tagjának is jó védelmet ad. És van egyébként akkor, amikor már mondjuk megjelenik ez a fajta napallergia, akkor lehet vele valamit kezdeni, vagy akkor meg kell várni, míg elmúlik. Nekem például egy ismerősöm éveken át mindig ugyanazon a helyen, hogyha elkezdett napozni, itt ilyen hólyagos kiütések lettek, és ezt tudtuk, hogyha a napozás lesz az első nap, akit kijön. Kellett tipikus. Pár nap, és utána elmúlt. Tipikus tünet, igen, érintettek lehetnek fiatal nők például, akiknek az arcán, nyakán, dekoltázsán akár az első UV-terhelés. Egy immunológiai háttérrel előhívhatja ezeket a kis hólyagos elváltozásokat. Van úgy, hogy valóban ilyen fix helyen jelenik meg a fény hatására egy-egy ilyen piros, jelentősen viszkető eltérés. De nem jelenti ez az, hogy ne menjen többet napra életében? Fényvédőt mindenképpen kell használni. Vannak olyan dermokozmetikumok, amelyek a fény által provokált betegségek megelőzésében is nagyon tudnak bennünket segíteni. Itt maximális faktorszámot javaslok. Akár még az is előfordulhat egyébként, hogy gyulladás csökkentő helyi receptes készítményre van szükség, és náluk egyébként nagyon sokat segítene az, hogyha nem egy ilyen hirtelen direktben kapják az első UV-terhelést, hanem van valami útmód és lehetőség arra, hogy az UV-terheléshez hozzászoktassuk a bőrt, például fényterápiával. Tehát a fénynek nem csak negatív hatása van, van nagyon-nagyon sok pozitív hatása, csak okosan, ésszel, egészségesen kellene élveznünk. Ott a varázsszó, amit a nagyszülők is mondtak, ésszel. Mondd kérlek a telefonszámot, doktornőt, illetve hogy hívhatják. Ésszel. 0635 15 93 99-es a szám, ezen lehet tehát telefonálni, és aztán, ha visszatér hozzánk, akkor megkérdezzük még azt is, hogy ha már leégtünk, akkor mi a legjobb gyógymód erre. Köszönjük szépen. Tejföl, nem az?